Antónia Zoé majdnem 6 órás vajudás után jött a világra. Jócskán próbára tette édesanyja tűrőképességét. Igen, Eszter a várandósága alatt nagyon félt a szüléstől, rettegve gondolta arra, hogy mi történik majd itt a szülőszobában. De aztán pánik nélkül, szelíden tűrve a fájdalmakat hozta világra kislányukat. Nagyon ügyes. És Antal? Na, hát az ő jelenléte, mondhatom, tényleg üdítő volt. Most ámulva nézi kislányát, aki szép, szabályos csecsemőhöz illő súllyal született. Hát, a gyerekek a kis kapatőt, Toncsit a csecsemős nővére ebbe a melegítőbe rakja, mert az anyamék után ilyenkor még a kórházi meleg is hűvös az újszülötteknek. De itt most, mivel a baba fejlett, egészséges, más ellátást nem igényel. Nézegesen őrizd el a székba. Ez lesz a következő 20 évben a feladatot, hogy őrizd a lányod. Igen. Szia, baba. Szia. Jaj, de olyan szép, de most komolyan, kicsit csúcsfejed lett, hát Istenem. Azt hittem sok csúcsfejed. Azt hittem csúcsfejed? De tökre nem. Szép rózsaszín, nagy gyerek. Igen. Nagyon szép kislány, és nézd meg milyen hosszú körül. Hát te volt. Ficeregtél benne a nyelvbe. Igen. Ezért nem tudom elmondani, milyen érzést. Míg Antal a kislányában gyönyörködik, addig Eszter a szülőszobában újra szenved kicsit. Meg kell szülni a mélepényt is. De tart még a könnyes eufória, amit nem csak Toncsi világra jötte okoz, hanem az is, hogy Antalnál végre megtört a jég. Eszter látta, megélte, amikor a mindig blazírt kedvese átadja magát az érzelmeinek. Azt mondta az Antal, hogy nem fog sírni? Ő nem fog sírni. És meghatódott, és sírt, igen. Fantasztikus, itt vagyunk meg. Hát, te legyen csak. Ne segítsen. Jó. 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 Közben a köldögzsinór vérés szövet tárolása is befejeződik. Minden rendben, de még hátra van a legkellemetlenebb epizód. Az orvos a szülésznő segítségével helyreállítja, összevarja a gátmetszés okozta vágást. Ez az a pillanat, amikor végre egyesül a család. Te hol vagy? Megvetted? Jó. Kis puha. Paprikás krumpli, de lehet, hogy hemendex.
Hemendex. Jó étvágyat kívánok! Nehéz volt. És felkészültem, hogy nagyon fog fájni, de azért volt olyan pillanat, amikor én úgy éreztem, hogy elszakadt a térne. Voltak pillanatok, amikor nem is nagyon voltál magadnál? Igen. Akkor másképp nem bírtam volna. Volt pillanat, hogy azt mondom, hogy nem érdekelsz egyikük valahogy feladom. De aztán nem adtad fel. Semmit nem adok fel. Két nap múlva a friss anyukát az édesanyjával találom a kórházban. Hányszoros nagymama? Most, hát most második unokámi. Gyere, cicám. Te is mi maradt meg a szülőkből? Pont erről beszélgettük, hogy olyan érdekes, hogy az az egy maradt meg ilyen nagyon élesen, és mindig ez jut eszembe, az utolsó nyomás, amikor kijött a baba. És az érzés, hogy így lemegy a has, kijön a baba, és rám rakják. Ez. A többi az úgy már elhalványult. Tényleg? És ez úgy mindig eszembe jut. Ez a nagy felszabadító érzés, ahogy így... Hogy na végre kijön. Kint van, igen, és akkor rám rakják. Te Antal szerintem nagyon-nagyon jó fejmódon viselkedett. Hát ha ő nem lett volna ott, akkor én nem tudom megcsinálni. Én így érzem. De én akkor is volt két olyan pont, hogyha nem lett volna ott, akkor én feladom. Kicsusszant a baba, Antal felén fordult, itt folyt a könnye, és akkor odahajolt, és mondta, hogy szeretlek. De ő ilyet soha nem mond egy nőnek, azt mondta. Azóta a kórházban Eszter és Toncsi túl vannak az első közös éjszakán. A varratok ugyan fájtak, de nem a gyógyuló sem okozta az igazi kellemetlenséget. A babával együtt nem aludtam egész éjszaka, mert bevállaltam, hogy itt alszik mellettem. Minden csinál, csak nem aludt. Hát gondolom azért hosszabb sétákra nem ment. Mit csinált? Sírt, üvöltött. És semmi nem volt jó neki. És akkor bepánikoltál, vagy? Nem, csak nem tudtam, mit kezdjek vele, mert tisztába raktam, etettem, pukizolt, böfizelt, és még mindig üvöltött. Uh-huh. És kiderült, hogy kevés volt neki a kaja. Úgyhogy kaptam tápszert, és azzal pótoltam, mert még akkor nem volt tejem éjszaka. Jaj, de szeret! Újabb két nap múlva, ezek már a távozás percei, Eszter és Antal közös erővel öltöztetik Toncsit, de a kezdő szülők babájának picinke karjai nehezen akarnak előbukkanni a bádi alól. Megérkeztünk Százhalombattára. A néhány nap alatt érzelmes, lányos apukává átváltozott Antal már mutatja is az első meglepetést, amit a csajoknak készített. Ő a Toncsi, ott van Eszter, ott van Antal, és én rajzoltam ugye még egy kutyust. Most pedig a két boxeren a sor, hogy megismerkedjenek Toncsi illatával. Üljetek le, ül, Léna, te is ülj le. Igen, a baba. Jön a baba, hadas Krisztával jön a baba. Te okos vagy. Emil, gyere ide. Jó. Név, éles az családtag. A házban újabb meglepetések fogadják Esztert. Míg ő a babával a kórházban volt, Antal átfestette a babaszobát, és más meglepetésekkel is készült. Kész a szoba. Kész a konyha, látom. Ez is új. Meg mondtad, hogy az is milyen tök jó lenne. Mi lettok? Hát,
kis baba hinta. Mama baba. Baba mama hinta. Például mindez, ezt én nem a babáért csináltam, hanem az Eszterért csinálta a babának. Igen, most mondtam. És olyan érdekes, hogy ugye ti tudjátok a legjobban, hogy én fiút szerettem volna, és amikor megszeretett onnantól, lesz off-olva. Hát így. Eszter már igazi bősz anya. Antal viszont azt mondja, igazából még most sem fogta fel, hogy apa lett. Most elsősorban Eszternek szeretne megfelelni, majd meglátjuk, sikerül-e neki. Egy hónap múlva az első döbbenetem az, hogy Eszter úgy néz ki, mintha nem is szült volna. Nem kicsit irigykedem. Semmi hasad nincs. Ezért van. Ne csináld már! Ez hogy? De figyelj, hát van aki évekig nem jön ez össze. Én itt eldöntöttem, hogy szülés után 5 kiló marad rajtam. Már csak 4 van. De hogy? Tornázol, mászkálsz, négy kézláb, mész. Hát napi 30 kilométert biztosít a lakásba, volt a testre tölt, annyit mászkálok, de amúgy semmit nem csinálok. Tehát nem sportolsz? Még nem. Még 2 hét. Na és hogy bírt az elmúlt? Egy hónapot, 4 hetet, mi volt? Hát változó, hullámzó. Ez mit jelent? Hát tartom magam, hogy ne boruljak ki. De mit bírsz nehezen? Amikor tiszta pelenkát kap, evett, mindent megkapott, és üvölt. És nem tudom, hogy mi baja van, és nem akar elaludni, és csak üvölt. És semmit nem tudok csinálni, és én ettől megőrülök. Te is besárkányosodtál? Hát ez a sárkány ellátóvállalat, az Antal, az csak úgy poénból mondta, hogy ugye én ellátom a babát, non-stop anyai szolgálat, ő meg a sárkány ellátóvállalat, ő vásárol, és nagyon sokat segít itthon. De veszekedtek? Mert azért korábban se voltak amplitudók nélkül a kapcsolat. Igen, elég keményen. Szerinte sokszor ingerülten beszélek vele, akkor ez szóvá teszi, akkor erre én még ingerültebb leszek, hogy ez nem így van. Akkor nagyon, hát keveset van itthon, szerintem, mert ő egy olyan típus, hogy aki nem tud 2 másodpercig ülni, és állandóan valahova el kell mennie. Megy biciklizni, teniszezni, dolgozik, ott jó, ez tény, hogy sokat dolgozik. Meg most ugye a zenekarral is dolgoznak. Tegnap egész nap nem volt itthon, mert stúdió felvétel volt. És akkor én itthon vagyok, mondjuk aznap egy sírós napunk van, semmit nem tudok csinálni, hazajön, és akkor nem csináltad meg ezt, nem csináltad meg azt, és akkor erre ugrok. Biztos vagyok abban, hogy ismerősek ezek a problémák. Hogy a korábban sokat dolgozó pörgős nő beszűkül, csak a baba körül forog az élete, közben pedig úgy érzi, hogy vele ellentétben a férfinek a gyerek születése után nem sokat kellett változtatni az életvitelén, és ez idegesíti. Eszter tehát még Antal dolgozik, napközben Toncsival sétál, otthon pedig néha tehetetlenül hallgatja a baba sírását. De amikor apa végre hazajön, azonnal hosszú társalgásba kezd az ő pici lányával. Másnap reggel viszont újra dolgozni megy, és amikor Eszter otthon egyedül már végképp nem tud mit kezdeni a sokat csíró Toncsival, benyom egy kis zenét, és táncikálni kezd vele. Bekapcsolom a zenét. Ja, már tudja, hogy ezt következik. Csidálok a hangfalhoz. És akkor táncolunk. És akkor megnyugszik. És tényleg. Muzikális gyerek. Nagyon.
Eszter egyébként talán pont az egyik ilyen babás táncolás közben meghozta a nagy döntést. Eladta a gyógyszertárat, mert még egy jó darabig csak is kizárólag a babájára akar koncentrálni. És Antal a maga módján igenis támogatja a csajokat, mert ugye nagyon régóta egy igazi családra vágyott.